Áprilisban szavazhatnak a Szentgotthárd és térsége általános iskola, gimnázium és kollégiumba járó diákok szülei arról, hogy támogatják-e a Szombathelyi Egyházmegye intézmény fenntartói átvételét. Az előzetes szavazáson a válaszadók többsége igennel voksolt az egyházi átvételre. Köszönjük a támogatást! És kérjük az áprilisi, a Szombathelyi Tankerület által kiírt hivatalos szavazáson is támogassák a Szombathelyi Egyházmegye iskola átvételi törekvését. Kedves szülők, nagyszülők, gyerekek, kedves fiatalok! Édesapám egy nagyon okos ember volt, rengeteg nyelvet jól tudott, egy nagyszerű tehetséges mérnök volt, komoly állami kitüntetéseket is kapott, de a legtöbbet mégsem ezzel adta nekünk. Egyik alkalommal elvitt engem egy sérült gyermekeket ápoló kórházba. Döbbenetes élmény volt, de lassan ráéreztem, hogy az életemben a legfontosabb dolog nem annyira az, hogy nagyon okos legyek, ez is rendkívül vonzott, hanem még inkább az, hogy szeressek és adjak. Édesanyám gyönyörűen zongorázott, zongora tanárnő, de a legtöbbet talán mégsem ezzel adott, hanem például azzal, ahogy láttam őt a templomban térdelni, és megértettem, hogy a családunk békéje, nyugalma leginkább talán az ő nagy szeretetén és nagy hitén nyugszik. Vagy rengeteget adott azzal, ahogyan láttam, hogy esténként, ahogy édesapa megjön, szaladt ki elé és átölelte. Öröm volt látni az ő nagy szeretetüket, szerelmüket egymás iránt. Az iskolában is a legfontosabb dolog, amit megtanulunk, nem annyira a matematika, az angol vagy az informatika, hanem még inkább az, hogy miért élek, honnan vagyok, mi a létem célja. A legfontosabb az, hogy megtanuljunk szeretni, nagy lelkűnek lenni. Egy gyermek, egy fiatal akkor lesz később az életében boldog, ha képes lesz a házastársát, a gyermekeit és minden körülötte levő embert őszintességgel, nagy lelkűséggel szeretni, szolgálni, ha tud másokért nagy lelkűen élni, ha tud alkotni, ha fölismeri azt a gyönyörű harmóniát, ami bele van ültetve a világba. Rádöbben arra, hogy szeretetből van a világ, és arra születtünk, hogy az életünket ajándékká tegyük. Egy egyházi iskola ilyesfajta kincseket ad egy fiatalnak. Nagyon nagy szeretettel várunk az induló egyházi iskolába minden nyitott szívű fiatalt, és bízunk abban, hogy sok kincset tudunk a számukra átadni és közvetíteni.